Újult erővel folytatódnak az Amerika ellenes tüntetések az iszlám világban, tiltakozásul a Kaliforniában készült Mohamed ellenes amatőr film miatt. Pakisztánban egy ember meghalt a zavargásokban, az afgán fővárosban pedig fegyverek dördültek. Libanonban a Hezbollah terrorszervezet vezére további demonstrációkra szólította fel a muszlimokat. Égő rendőrautók, konténerek és autógumik, így tiltakoztak immár második napja a muzulmánok a Kaliforniában forgatott iszlám ellenes film ellen Kabul utcáin. A tüntetők közül többen a levegőbe lőttek, kövekkel dobálták meg a rohamrendőrséget, és elindultak az amerikai nagykövetség felé, de a biztonságiak elállták az útjukat. Nem először sértettek meg bennünket, az összes muszlim országnak együtt kell követelnie, hogy a film készítőit állítsák bíróság elé, méltatlankodott egy kabuli férfi. A tüntetések és zavargások, amelyek a múlt hét elején kezdődtek Líbiában és Egyiptomban, már több mint 20 országra terjedtek át. A demonstrálók gyakran azt skandálják, hogy ide figyelj Obama, mi mindannyian oszamák vagyunk, utalva ezzel arra, hogy készek pótolni az Al-Qaida nemzetközi terrorhálózat tavaly megölt vezérének hiányát. Egyiptomban, Tunéziában, Libanonban, Jemenben és Szudánban már halálos áldozatai is vannak az összecsapásoknak. Az iszlám országok mellett a hétvégén több európai nagyvárosban, köztük Antwerpenben, Kopenhágában és Londonban is szerveztek Amerika ellenes tüntetéseket, amelyek többfelé erőszakba torkollottak. Közben Hassan Nasrallah, a Hezbollah libanoni síta terrorszervezet vezetője, újabb demonstrációkra szólította fel a muzulmánokat a film miatt, amit a sejk az iszlám példanélküli megsértésének nevezett. Korábban az Al-Qaida sürgetett újabb támadásokat amerikai nagykövetségek ellen. A német külügyminiszter ez alatt bejelentette, nem léphet be az országba Terry Jones, amerikai lelkipásztor, aki korábban már többször nyilvánosan elégette a Korán lapjait. Most pedig támogatta a Mohamed prófétát kigúnyoló amatőrfilm elkészítését. Guido Westerwelle szerint a gyűlölet prédikátorainak nincs helye Németországban.